Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Ma június 16-a Justin névnapja van. 89 éve ezen a dátumon látta meg a napvilágot Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar származású amerikai operatőr, rendező. 88 éve pedig szintén ezen a napon született Schmidt Egon, ornitológus, Kossuth-díjas író. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Megérkezett a lehűlés, heves széllökésekre, esőzésre és jégesőre figyelmeztetnek. Ma ünneplik a belügyminisztérium és a rendőrség napját Szerbiában. Nagy Imre néhai magyar miniszterelnökre és mártír társaira emlékezik Magyarország. Ma rajtol az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság Olaszországban. Ma délután 17:30 körül viharos széllökésekkel tört be térségünkbe a hideg front Magyarország irányából. Előtte fél órával még fürdőzőkkel és sétálókkal volt tele a Palicsi móló. Alig pár perc leforgása alatt mintegy 10 fokot csökkent a levegő hőmérséklete. A szélvihar olyan gyorsan jött, hogy az éppen edzést tartó evezősök is alig tudtak partot érni. Ma este és az éjszaka folyamán hirtelen lezúduló, nagyobb mennyiségű csapadékra is számítani kell, helyenként heves zivatarok kíséretében. Az előrejelzések szerint a villámlással és mennydörgéssel tarkított esős idő akár felhőszakadásba is átmehet, és a jégverés sem kizárt. A következő napokban is többfelé lehetnek záporok, zivatarok, ami a csapadék mellett párás időt és kisebb mértékű hőmérséklet csökkenést eredményez. Stábunk a szélvihar érkezésekor éppen Palicson volt. Sikerült beszélnem Osztroganács Simonnal, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tanácstagjával, aki megerősítette, hogy Északbácskában mindegyik rakétakilövő jégvédelmi állomás készen áll a bevetésre. Ügyeletben vannak az emberek, és ha szükség mutatkozik rá, akkor mindegyik rakétakilövő állomáson 9 rakétával tudják lőni a viharfelhőket, hogy ne okozzon nagyobb kárt az esetleges jégeső. Tehát a vihar megérkezett ide Északbácskába, és az előrejelzések szerint a következő 3-4 napban biztosan ilyen időjárásra számíthatunk majd, azzal, hogy holnap lesz a legalacsonyabb a hőmérséklet, körülbelül 26 fok lehet a maximum, és egész nap zivataros, záporos időre számíthatunk. Kedden lesz egy kis napsütés is, és akkor már 29-30 fokig emelkedhet majd a hőmérő higanyszála. A szakorvosok szerint a hirtelen jött változás még inkább megviselheti a hosszantartó hőség miatt egyébként is kimerült szervezetünket. De nézzük, mi történt a hidegfront betörése előtt. Vajdaságban még ma is tombolt a kánikula. A legforróbb órákban 37,5 fokot mértek. Palicson vasárnap reggel 7 órakor már 24 fok volt, fél 10-kor pedig 29 fokig kúszott föl a hőmérő higanyszála. A füllet meleg a legegészségesebb emberi szervezetet is megviseli, arról nem is beszélve, hogy már napok óta extrém erős az UV-sugárzás, bőrünk gyakorlatilag negyed óra alatt leéghet a tűző napon. A felfrissülés a következő néhány napban érkezhet, a lehűlés azonban heves záporokkal, zivatarokkal és erős széllel jön majd, állítják a meteorológusok. Kora délután Palicson is csak néhányan sétáltak az akkor már 36 fokos tikkasztó melegben. Sokan vitorláztak viszont a tavon, a mólóra pedig csak a legbátrabbak merészkedtek napozni. Az evezősök edzést tartottak a vízen, a vadkacsák pedig szemlátomást élvezték az úszkálást a júniusi forróságban. A játszótér hűvösében csak pár gyerkőc játszadozott, a kerékpározók pedig a tóparti kútnál kerestek felfrissülést. Az emberek többsége nehezen viseli a hosszantartó hőséget, de nem örül az időjósok előrejelzésének sem. Nagyon nehéz, most már idősebbek is vagyunk, még nézem azt, hogy minél hamarabb menjek, még jöjjek, majd a kocsit is akárhol, hogy jobb tőforsz, mikor kijössz. Várja már az, amit a meteorológusok előre jeleztek, hogy jön egy kis lehűlés, meg csapadék? Hát tudod, hogy félve várom. Miért? Hát félek, hogy ne legyen egy jég, meg olyasmi, mert látom máshol, hogy milyen ítéletidők vannak. Nagyon meleg van, nekünk van kertünk, dolgozgatunk benne, de úgyhogy kint vagyunk 10 óráig, és tovább nem bírunk itt lenni. Még délután 4-5 óra felé megyünk ki, és este 8-9-ig kint vagyunk. Azt mondják, jön a lehűlés csapadékkal. Hát igen, így mondják, hogy hétfőre nagyon csúnya idő várható.
És mire számít? Hát, mink a csúnyadére számítunk, mert így is már elvert mindent a jég jóformán, de nagyon félünk, hogy a hétvége lesz. Még csúnyább. A kánikula miatt sokaknál volt tapasztalható a napokban fáradtság, fejfájás, migrén, alvászavar, ingerültség, csökkentett fizikai és szellemi teljesítőképesség. Az idősek és a gyerekek számára a forróság szédülést, rosszulétet, hányingert is okozhat. Az előrejelzett zivatarok környezetében romolhat majd az asztmások állapota, az allergiások viszont fellélegezhetnek egy rövid időre. Mivel azonban a hőmérséklet a prognózisok szerint csak néhány fokot csökkenhet, ez tovább terhelheti a szervezetünket. Ez főleg a magas vérnyomással, koszorúérbetegséggel és a légzőszervi krónikus betegséggel élőknek okozhat panaszokat. Nagyon nagy kipárolgás fog keletkezni a meleg levegőtől, és egy nagyon nagy magas koncentrációi páratartalom alakul ki a levegőbe, ami mindenféleképpen nehezíti az izzadást, nehezíti a hőmérséklet leadást ezáltal a szervezetünkből, és természetesen a légzést. Az előrejelzések szerint szerdáig csapadékos és füllett időre számíthatunk. A csúcshőmérsékletek 26 és 30 fok között alakulhatnak. Magyarországon is riasztás van érvényben a heves időjárási jelenségek miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat intenzív zivatarok kialakulására figyelmeztet, amelyeket több helyen jégeső, heves villámtevékenység, illetve felhőszakadás kísérhet. Két részre szakadt az ország vasárnap délután, keleten kánikula volt, nyugaton viszont jégesővel, viharral érkezett a lehűlés, tudósít az M1. Az összeállítás szerint Kiskunhalason 35,7 fokkal megdőlt az országos melegrekord. Nyugaton viszont ennél 20 fokkal hűvösebbet is mértek. Baranya és Tolna megyében dió és cseresznye nagyságú jég esett. Komló utcáin hömpölygött a víz, Pécsen pedig a déli 33 fokról 4 óra alatt 18 fokra csökkent a hőmérséklet. Halálos áldozatai vannak az ítéletidőnek Nyugat-Európában. A genfi tóba fulladt egy nő, amikor hajójuk felborult a Svájc középső és nyugati részén szombat délután átvonult viharban. A szomszédos Franciaországban is életét vesztette egy német turista, akire rádült egy fa kempingezés közben. A Bern közeli Greenfield Fesztivál helyszínét a heves vihar miatt ki kellett üríteni, a rockkoncerteket le kellett mondani. 50 kilométerrel távolabb a franciaországi kempingben csapott agyon egy német turistát egy kidült fa. 10 másik ember is könnyebben megsérült a közeli megyékben. A francia mezőgazdasági tárca szerint a vihar a legnagyobb károkat Drôme megyében okozta, amelyet természeti katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánított a tárca. Ma ünneplik a Belügyminisztérium és a rendőrség napját Szerbiában. Különböző felvonulások és bemutatók várták az érdeklődőket Belgrádban, akik a rendőrség különleges alakulatainak munkájába is betekinthettek. Lovas rendőrök és rendőrzenekarok díszfelvonulásával kezdődött meg a szerb Belügyminisztérium és a rendőrség napjának rendezvénysorozata Belgrádban. Több különleges egység is bemutatót tartott. Az érdeklődők egyebek mellett a bűnüldöző egységek és a határőrség munkájába is betekinthettek, sőt a gépparkot is megcsodálhatták. Jedna od naših prioriteta je naravno bezbednost Republike Srbije i hoću da vam kažem da zahvaljujući ogromnom radu profesionalaca iz policije mi danas možemo da kažemo da živimo u bezbednoj i stabilnoj državi. A belügyminiszter szerint az elmúlt időszakban észrevehető módon sikerült csökkenteni a súlyos bűncselekmények számát az országban, ami számokkal is alátámasztható. Mi danas imamo preko 11% manji stepen kriminaliteta nego ranije. Nemate veliki broj izvršenih teških i najtežih krivičnih dela kakve smo nekad imali. Danas je ta situacija neuporedivo bolja. Na to sam zaista ponosan. Ponosan sam na to što smo zajednički uradili na nabavci nove opreme. A szerb belügyminiszter hozzátette. A rendőrség az elmúlt időszakban rekordmennyiségű kábítószert foglalt le. Ezen felül pedig rendszeresen preventív előadásokat tartanak az ország iskoláiban is.
A rendőrség napi központi ünnepséget ma este 7-kor tartották Belgrádban, a Száva központban. Az eseményen elismeréseket osztottak ki a kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőröknek. Az egyik legnehezebb munkát végzik a belügyminisztériumnál dolgozók, jelentette ki a rendezvényen Alekszandr Vučić szerb államfő. Kiemelte, a rendőröknek nincs munkaidejük, sem pihenőjük, ők azok, akik mindent kockáztatnak és a társadalomnak áldozzák életüket. Növelni kell életszínvonalukat, újból emeljük fizetésüket, szögezte le. 2018-ban 33 nő vesztette életét családon belüli erőszak következtében Szerbiában, köztük 9 idősebb asszony is, hangzott el Mitrovicán az idős személyekkel szembeni erőszak elleni küzdelem világnapja kapcsán. Szuzana Paunovic, az emberi és kisebbségi jogi iroda igazgatója kijelentette, a szerb kormány elkötelezett ezen a téren. Hozzátette, az idősebb emberek erőszaktól való megvédése és az erőszaktevőkkel szembeni megfelelő büntetés minden állam társadalmi felelősségvállalásának elengedhetetlen eleme. 4700 szerbiai faluból 1200-at veszélyeztet a teljes elnéptelenedés, jelentette ki Milan Krkobabic, régiófejlesztésért felelős szerb tárca nélküli miniszter a közmédia műsorában. Hozzátette, pontosan ezért alakították meg azt a tanácsot, amely arra összpontosít, hogy meggátolja a falvak elnéptelenedését. Szavai szerint a megoldás kulcsa, hogy a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, lássanak perspektívát abban, hogy a falvakban telepedjenek le, vagy ne költözzenek el a nagyvárosokba. Fontosnak nevezte azt is, hogy megjelent egy politikai akarat a falusi környezet fejlesztésére vonatkozóan. Praktično to znači da taj život tim ljudima promenimo. Hajde da vidimo da li će ta naselja, ta sela dobiti pitku vodu, da li će imati kanalizaciju. Evo sad smo videli poplave, da te reke i ti potoci budu u koritima, da ti mostići budu prohodni, da ta deca imaju škole. Ma van a Független Magyarország napja. 30 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án mintegy 4 millió ember vett részt. Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonci Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és a forradalom ismeretlen szabadságharcosának ünnepélyes újratemetésén. A több órás szertartást akkor az egész ország figyelemmel kísérte a tévéképernyőin. A Történelmi Igazságtétel Bizottság által, de az egész ellenzék támogatásával rendezett gyászünnepség a Kádár rendszer és az egész szovjet tömb összeomlásának szimbólumává vált. Az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el Magyarországot, amellyel közel fél évszázad után függetlenné vált az ország. Virágokat helyezett el a magyar miniszterelnök Nagy Imre sírjánál a 301-es parcellában. Orbán Viktor feleségével fejezte ki tiszteletét az 1956-os mártír miniszterelnök sírjánál. Nagy Imre újratemetésének 30. évfordulóján látható az Orbán Viktor Facebook oldalán vasárnap reggel Gloria Victis felirat alatt közzétett felvételen. A kormányfő és Lévai Anikó megemlékezett a névtelen áldozatokról és névtelen elesettekről is. A jövő héten dönt a következő évi magyar költségvetésről az országgyűlés. 5 napos üléssel folytatódik a parlament munkája. A képviselők szerdától péntekig összesen akár több mint 30 órában tárgyalhatják a magyar kormány 2020-ra szóló költségvetési javaslatát. A parlament kedden dönthet a 2020-as esztendő nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról is. A költségvetés kapcsán a magyar pénzügyminiszter korábban elmondta, csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása, a gazdaságvédelmi akcióterv mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, miközben tovább csökkennek az adók és nőnek a biztonsági kiadások Magyarországon. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Falunapot ünnepeltek a bajsaiak. Újvidéken vendég szerepelt tegnap este a budapesti József Attila Színház. Visszatérő vendégek léptek fel vasárnap délután a Szabadkai zsinagógában. A magyarországi országos rabbi képző Zsidó Egyetem Goldmár kórusa több mint 15 év után adott újra koncertet a zsinagógában.
A zsoltárok mellett neves európai kántorok művei, illetve Ádám Emil gyűjtése alapján modernkori haszid dalok is a repertoárra kerültek. A koncert egyik szólistája, Magyarország egyik legismertebb kántora, Fekete László volt. Természetesen a 19. 20. századi zsinagógai zene klasszikusai, úgy mint Zulzer, Lewandowski, vagy az Angliában működött litván származás Alman művei is a repertoár része. A kórustagok szerint lélegzetelállító volt visszatérni a felújított épületbe. Ilyen szépet pedig már láttam egy pár zsinagógát az 50 év alatt, mióta ez a kórus létezik. Ilyen szépet még nem láttam. A stílusában, a mondani valójában, a színeiben, az ornamentikájában valami egészen fantasztikus. A Magyarországos Rabbiképző Zsidó Egyetem Goldmark kórusa 69-ben alakult. A szabadkai zsinagógában 2003-ban tartották első koncertjüket. Falunapot ünnepelt Bajsa, az eseményen fotó és festmény kiállítás, hídavató, művelődési műsor és hajnalig tartó vigadalom volt. A tavalyi falunap óta 16 kisbaba született Bajsán, a hagyomány szerint a helyi közösség ajándékcsomaggal kedveskedett számukra. A helyi közösség udvarában a bográcsokban pörkölt főt és serceget taroston sült. A Művelődési Egyesület íjkészítő szekciója jurtát állított, melyben magyar íjakkal lehetett ismerkedni. A gyerekeket ingyen arcfestés, trambulin és ugrálóvár várta. Vannak érdekes programok, minden évben fölléptek a gyerekek, az óvodások, iskolások, ugyanúgy mi is itt vagyunk a tűzoltósággal, az önkéntes tűzoltókkal. Hát szóval szeretünk itt lenni, minden évben részt veszünk rajtuk, jó. A tavalyi falu ünnep óta 16 kisbaba született a településen, 11 kislány és 5 kisfiú. A hagyomány szerint a helyi közösség ajándékcsomaggal kedveskedett számukra. A legsikeresebb diákokat, sportolókat is jutalmazták. Mi először is a bajsaiakra vagyunk büszkék, hogy ilyen változó körülmények között is az, ami a legfontosabb, összetartunk, és remélem, hogy ez a falunap is arról fog szólni a következő időszakokban is, hogy az emberek jó érezzék magukat, és itten félre kell tenni egy kicsit a mindennapi gondokat. A bajsai helyi közösség a falu köszönő levelét adományozta Szilágyi Róbertnek és az MS Commerz cégnek a település rendezvényeinek, szervezeteinek támogatásáért, valamint a Szegi Lajos Ifjúsági Sakklubnak az eddig elért eredményeiért. A falu díszpolgárává avatták a nagykanizsai Horváth Ferencet, aki 25 éve segíti a települést. Bordennek tagja lettem a kertbarátoknak, a Kadarkának. Nagyon szívesen jövök ide Bajsára, sok a barátom, és úgy, ahogy a bevezetőben elmondták, ahol tudom, mindenhol népszerűsítem Bajsát, mert ezt a hangulatot, hogy itt 3-4 náció együtt él, ilyen békességben, ilyen szeretetben, ezt egy kívülállónak csodálatos látni. Felavatták Bajsán a Szivácsi úti hidat, melyet az elmúlt időszakban újjáépítettek, hiszen a régi már életveszélyes állapotban volt. Most már a járművek, a kerékpárosok és a gyalogosok is biztonságosan közlekedhetnek. Ez közös eszközökből készült, úgyhogy el lehet mondani, hogy 60% önkormányzati hozzájárulás. A vízgazdálkodás és a mezőgazdasági titkárság jóvoltából épült meg, és akkor nem utolsó sorban természetesen a helyi közösség azt a látványt, amit most itt látunk, járdákat mellé, pedig ők ötlettel és eszközben támogatták. A faluházban megnyílt a fotópályázatra érkezett munkák kiállítása és a művésztelep festménytárlata. A falu tehetséges gyermekcsoportjai, valamint a magyarországi Kelebia néptánc csoportja is fellépett a művelődési műsorban. A bajsai falunap hajnalig tartó mulatsággal zárult. Újvidéken vendég szerepelt tegnap este a budapesti József Attila Színház. A társulata a Fekete Szárú Cseresznye című előadással mutatkozott be. A darab Hunyadi Sándor 1930-ban íródott azonos című drámáján alapszik, a főbb szerepeket pedig Rékasi Károly, Nemcsák Károly és Pikali Gerda alakítják.
A Bácskában játszódó darabban egy magyar főszolgabíró és egy szerb házas pár alkotta szerelmi háromszög bonyodalmait, illetve a szereplők érzelmeikkel való küzdelmét követhetik nyomon a nézők. Az előadást 2012-ben mutatta be először a társulat. Kerényi Imrének sajnos azt hiszem az utolsó rendezése volt ez, és hát valóban volt egy időszak, hogy a Karcsinak a balesete után, amikor ezt legalább hát másfél évig nem játszottuk, de viszont olyan igény volt arra mindenkiben, hogy hát ha csak június 4-én is, de játsszuk el, hát aztán nem így történt, hanem azóta is műsorom van. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor alaptámogatásával a darabot jelenleg a határon túli magyar lakta vidékeken turnéztatják. A főszolgabírót alakító Rékasi Károly elmondása szerint a színészek mostanra teljesen azonosulni tudtak a szerepeikkel. Olyan birtokában vagyunk, most a civil neveket, mind Gerda, mind Nemcsák Károly, mind én, bízom benne, hogy én is, ennek a dolognak, ennek a gondolatiságnak, hogy eljutottunk a megélt párbeszéd szintjére. Nincs színjáték. Ez a dolog megtörténik ott velünk. A trianoni diktátum idején játszódó történet egy történelemmel átsző dráma, büszkeségről, barátságról és szerelemről. Az előadás olyan alapdolgokról beszél, mint a hovatartozás, a megbecsülés, illetve az emberség. Azt gondolom, ez erőteljesen jelen van az előadásban, hogy itt emberek léteznek. Nem rossz magyarok, rossz szerbek, jó magyarok, jó szerbek, hanem emberek léteznek, akik minden erejükkel azon vannak, hogy hogyan tudják megoldani emberségesen az életüket. És azt gondolom, ebben a mostani világunkban talán még fontosabb, és nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. A társulat az újvidéki előadás teljes bevételét a helyi dr. Milan Petrovics általános és középiskolának adományozta. A színház mostani turnéjának állomásai Dévát, Aradot, Temesvárt, Szabadkát és Pozsonyt is érintik. Idén is megszervezték Pancsován a Weifert napokat. A háromnapos rendezvény Weifert György az egykori pancsovai sörgyár tulajdonosának nevét viseli, amelyen elsősorban a kézműves sörök gyártói mutatkoznak be. Pancsován három napon át élvezhették a sörkedvelők a legkülönfélébb új kézműves kisüzemi söröket. A Weifert napokat 5 évvel ezelőtt indította útjára Pancsova város idegenforgalmi szervezete. Azóta évről évre nő az érdeklődők és a kiállítók száma. Délbánátban a réthelyi magánsörgyár 1991-ben alakult, és az első ilyen volt az akkori Jugoszlávia területén. Azóta a gyár folyamatosan fejlődik, jelenleg 5 fajta sör van a kínálatban. Az 5. alkalommal vagyunk itt a Dani Weifert-tel, vagy a Weifert napjain. Még vagyunk elégedve a sör használatával, azért mert a nép szereti próbálni ezeket az új söröket, nem ez az egyszerű mindennapi söröket a boltból. Pancsován természetes, hogy más nemzetiségek italai, ételei is kiállításra kerülnek. A székelykevei sörforgalmazók első alkalommal mutatták be Erdélyből érkezett terméküket. Mivel egy szilard kollégánk Zentarról sikeresen behozta a tiltott erdei sört, és akkor ezelőtt 2 hónappal megkérdeztük, hogy szívesen forgalmazna egy székelykevére, amelyik sikeresen, hála Istennek, elindult, és jelenleg mindenféle csiki sört üvegesen, dobozosan a székelykevei Dani étteremben kapható. A kézművességgel foglalkozók, a borászok és süteménykészítők is helyet kaptak a város központjában. A művelődési műsorban a helyi és a környező települések egyesületei mutatkoztak be, köztük a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület gyermektánc csoportja is. Helyi írók és költők, zenészek, valamint vendégegyüttesek szórakoztatták a népes közönséget. Kísérő rendezvényként mindhárom nappal előadásokat tartottak a Városi Múzeumban, és egy idegenvezetővel városnézésre is lehetősége volt az érdeklődőknek.
Ma rajtol az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság Olaszországban. A két hétig tartó korosztályos kontinens tornára 12 válogatott kvalifikálta magát, köztük Szerbia együttese is, amely a B csoportban kapott helyet, Ausztria, Németország és Dánia mellett. A szerb válogatott hétfőn 18 óra 30 perckor az osztrákok elleni összecsapással kezdi meg az Európa-bajnokságot. Érdekességnek számít, hogy a torna legértékesebb játékosát a szerb csapat adja. Luka Jovic piaci értéke jelenleg 60 millió euróra rúg. A Real Madrid ugyanis ennyit fizetett az Eintracht Frankfurtnak a 21 éves szerb tehetség leigazolásáért. Több mint 55 ezer határon túli óvodás indul magyar csoportba szeptembertől, ami az óvoda támogatási program óriási sikere, mondta el Grezsa István, a magyar kormány miniszteri biztosa. A politikussal Sós Georgéna beszélgetett Visegrádon az első Kárpát-medencei magyar média találkozón. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság egyik kiemelt tevékenysége a Kárpát-medencei bölcsödék és óvodák fejlesztése. Ezzel kapcsolatban kérdezem Grezsa István miniszteri biztos urat Visegrádon, hogyha össze kell foglalni a jelenlegi eredményeket, az eddig elért eredményeket, akkor hol tartunk? Hogyha 47,6 milliárdos összköltségvetésű Kárpát-medence óvodafejlesztési programról egy pillanatfelvételt kellene most mondanom, akkor azt mondom, hogy a több mint 450 felújítandó óvodával jól állunk, hiszen már 300-at elhagytuk Kárpát-medence szerte. Az új intézmények építése azonban nem halad olyan ütemben, elsősorban minden ország bürokráciája különböző mértékben lassítja a terveinket, de mondjuk jó hírként tudom jelezni, hogy éppen a felvidéki reformátusok 6 új óvodája már átadás előtt áll, vagy Kárpátalján Nagyszőlősön, de ha már délvidékre akarunk utalni, akkor új építés esetében nagyon várnánk, hogy mi is lesz akkor a szabadkai óvodával, ami több finanszírozású lenne szerb állami, szabadkai önkormányzat és óvodafejlesztési program, és egy magyar vezetésű, de több fajta nemzetiségű óvodai csoportot magába foglaló óvoda lenne. Azonban délvidéken és a felújítandó óvodákkal, különösen a szorványvidékeken rendben vagyunk, és átadtunk már több tucat játszó teret is. A másik része a programnak a humán erőforrás fejlesztés, az maradéktalanul teljesült, tehát azok a hiányszakmák képzése, azok a óvodapedagógus képzések, azok mind az anyországban, mind a külhoni közösségekben megtörténtek, és azt gondolom, hogy bár ez nem betű szerint szerepel a program, de talán az a lelki fordulat, amely az óvodások létszámának növekedését jelenti, az is nagyon jól áll, hiszen az a cél, hogy 48 ezer-60 ezer főre növeljük a magyar óvodába járók létszámát, az is biztatónak tűnik, hiszen 55 ezeret elhagyta a magyar óvodába iratottak száma az idén szeptemberben kezdődő tanévtől. Illetve a program egyik elképzelése az is, hogy aki magyar óvodába járt, az majd magyar iskolát fog választani. Ezzel kapcsolatban vannak már valamilyen visszajelzések, valamilyen eredménye? Természetesen ez egy hosszabb távú folyamat, és nagyon remélem, hogy az óvodafejlesztési programot két irányba is tovább tudjuk majd vinni, hiszen a kisiskolákat is, rendszerét is meg kéne újítani. Vannak olyan veszélyeztetett nemzetrészekben, mint Kárpátaljára már kész és elfogadott kormányprogram, és reméljük, hogy ez kiterjeszthető lesz egész Kárpát-medencére. Egy másik ilyen veszélyeztetett kérdés az elfogyó felvidéki kisiskolásoknak a szerepe, hiszen itt nyilvánvalóan, hogy egy iskolabusz programmal lehet áthidalni a problémákat. És a másik iránya az óvoda programnak a bölcsöde kérdése, hiszen rendkívül egyenetlen a Kárpát-medencei magyarság számára elérhető bölcsödei rendszer, ellentétben az anyaországban ugyanolyan rendszerben működnek, mint az óvodák. Szeretnénk itt is még egy lehetőséget biztosítani a jövőben bölcsödék építésére, bár megjegyzem, hogy a program harmadik ütemében több helyszínen épül bölcsöde is. Visszatérve a szabadkai óvodára, miben különbözik majd ez a hagyományos állami óvodától, amit jelen pillanatban a magyarok igénybe vehetnek?
Én azt hiszem, hogy az óvoda fejlesztési programunknak az egyik fontos jelzője az, hogy minőség. Tehát ha külhomban bekívánunk avatkozni, akkor mindenképpen meg kell haladni ezt az átlagos színvonalat, amelyet az adott többségi nemzet biztosítani tud. Ez egészen más feltétel Ukrajnában, és egészen más feltétel mondjuk Nyugat-Szlovákiában. A délvidék vonatkozásában én abban bízom, hogy ez egyfajta minta a békés együttélésre és a toleranciára, ugyanakkor pedig a magyar óvodapedagógiai hagyományokra épülve egy komoly szakmai tartalommal lehet megtölteni egy ilyen több nemzetiségű óvodát. Szakemberek akkor Magyarországról jönnének, vagy Magyarországtól tanulnának, és ottani szakemberek lennének, tehát vajdasági? Természetesen már élő együttműködés van a délvidéki oktatási rendszer és a magyar szakmapolitika, magyar nemzetpolitika között hosszú évek óta. Én azt gondolom, hogy mi szakmai segítséget tudunk nyújtani, de alapvetően az otthon maradó és a otthon magyarságukat megélő szakemberekre kell építeni egy ilyen szabadkai óvoda jövőjét is. Hogy látja ez, mikor valósulhat meg? Én nagyon remélem, hogy ebben az évben a papírmunkával elkészülünk. Ez mindig egy nehéz kérdés a bürokrácia miatt, és az óvoda program végső befejezési dátuma 2021. december 31, addig meg jó volna, hogyha már gyermek zsivajjal töltődne fel. Köszönöm szépen! A Pannon Televíziót Sós Georgina tudósította Visegrádról. A híradó végéhez értünk, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Megérkezett a lehűlés, heves széllökésekre, esőzésre és jégesőre figyelmeztetnek. Ma ünneplik a Belügyminisztérium és a rendőrség napját Szerbiában. Nagy Imre néhai magyar miniszterelnökre és mártír társaira emlékezik Magyarország. Ma rajtól az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság Olaszországban. Köszönöm figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol a riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon reggel is fiúk egyebek mellett arról is beszélnek, hogy a szerbiai éttermekben betilthatják a faszenes grillsütőket, mivel egészségkárosító hatásai lehetnek. A Szabadkai Magyar Rádió holnapi napindítójának egyik fő témája a méhészkedés lesz, de a legfrissebb sporthírekről is értesülhetnek majd Tóth Tibor Küzdőtér című műsorából. Szép estét kívánok, viszontlátásra!